Kis Robert Riád itt is van már a stúdióban, jó reggelt! Jó reggelt! Még mielőtt bármit is mondanál, a kollégáink készültek egy kis rövid filmmel, mert hogy ugye tényleg, ahogy említettük, megteltek a szállodák a hosszú hétvégén, és bármennyire hihetetlen, háromszor annyian is megfordulhatnak, Kriszta. Igen. Tehát, hogyha te majd akarsz utazni a családod... Például Barcelonába. Például, vagy, de mondjuk maradjunk belföldön. Maradjunk belföldön. Akkor bárhova elmehetsz, ha időben eldöntöd. Erről szól a filmünk, és utána Kis Robert Riáddal beszélgetjük. Sokan kelnek útra a hosszú hétvégéken, mint ahogy tették azt az október 23-ai több napos pihenővel is. Egy felmérés szerint közel háromszor annyian kapcsolódnak ki ilyenkor, mint egy átlagos őszi hétvégén. Az előfoglalási adatok arra is rámutatnak, hogy a hotel kategória a legnépszerűbb. Nem véletlen, hogy a szállodák is kiemelten készülnek az erős őszi szezonra. A legkedveltebb helyeken nem ritka, hogy a telítettség a 80-90%-ot is megüti. Sőt, olyan szálláshely is akad, ahol várólistát vezetnek be a teltház miatt. A szállodások már most örömtáncot járhatnak, ha ránéznek a 2019-es naptárra. Jövőre ugyanis 3-4 és 3-3 napos hosszú hétvége is lesz. Sokaknak az év legszentebb ünnepe, a karácsony is 6 naposra nyúlhat a 2019-es esztendő végén. És ahogy említettük, a többit megbeszéljük itt a stúdióban Kis Robert Riárddal. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Aki olyan kijelentést tett itt, amíg közben a nézőknek mutattuk ezt az összefoglalót, ami egészen hihetetlen, bárhova el lehet menni fillérekből. Hát mert hogy azon panaszkodtam, hogy nem lehet bárhova elmenni fillérekből. Dehogy nem. Egyébként vannak olyanok, akik teljesen pénz nélkül utaznak, és hogyha időd van, akkor mindened van. Mert na, az érdekelne. Ha azt hittem, hogy ez csak egy egérfarok kell, hogy belerakom a kajába, és kiveszem, és hát minden ingyen van. Tehát van egy olyan ismerősöm, aki például hajóstoppos, és úgy járja a világot, hogy felkérezkedik teherszállító hajókra, és az egyik pontból elmegy a másikba, akkor ott munkát vállal, ott dolgozik, dehogy nem. És már egy éve úton van egyébként lány. Ez már életforma. Van, akik biciklivel járják a világot szintén úgy, hogy valahol megállnak, dolgoznak egy kicsit, amit megkeresnek, utána azt elköltik, és tényleg fillérekből is be lehet járni. Nekem egy ismerősöm Szentropéba ment el motorra, és annyi pénze volt, amennyi üzemanyag kellett a motorba, és kint aludt nyár volt mondjuk a földeken. Ez kell egy olyan személyiség. Nem akarták felébreszteni, annyira fáradt volt az öcsével volt kint, hogy nem ébredt fel az aratógépek zajára. És szerencséje volt akkor, mert nem volt olyan szabálysértési törvény a környéken, hogy életvitelszerűen kint tartózkodott az utcán, és nem vitték el. Hát háromszor vagy négyszer kell mondjuk az figyelmeztetni valakit. Térjünk vissza az utazáshoz, aki viszont olyan, mint a Robi vagy én, hogy örülünk, hogy van 2,5 vagy 3 napunk, és akkor nyomunk gombot. Annak mit javasol, mert nem mindenki tudja egy évre előre tervezni az életét. Hát jó kérdés, persze, ha belegondolsz, te is tudod, hogy mikor lesz hosszú hétvége, és el tudod intézni a szabadságodat, hogyha mondjuk azt mondod, hogy 11 hónap múlva én szeretnék elutazni mondjuk Barcelonába, akkor nem lehetne szabadságot kapni. Szerintem mindenki azt mondja, hogy lehet, mert 11 hónap, hát hogy ne lehetne, hát addigra megoldjuk a pótlásodat. De hát mégis csak visszatérsz a tervezés jelentőségére. Minél előrébb tudunk tervezni, hogyha igazából az időnk véges, akkor annál olcsóbban vagy annál kedvezőbb feltételekkel tudunk általában jutni, és a másik dolog pedig, hogy az utolsó pillanatban döntünk, akkor még kikaphatunk last minute lehetőségeket, de hát akkor ugye benne van a rizika, hogy végül sehova sem megyünk, mert mondjuk minden. De most hagyjuk Saint-Tropez-t meg a többi egzotikus helyet, és beszéljünk most egy kicsit Magyarországról. Mert azt, amit láttunk 10-15 évvel ezelőtt, hogy elkezdtek a szállodák épülni, szerintem akkor nagyon sokan feltették a kérdést maguknak, gyerekek, kivel fogjuk ezeket a szállodákat megtölteni? Nekünk épülnek, vagy a külföldieknek? Ma már a szállodák olyanok, mint a színházak, nem tudsz jegyet venni, mert tele van. Dugig van. Miért van tele? Ennek három oka is van. Először is trend Magyarországon utazni, tehát a belföldi turizmus igazi trendé vált, tehát most már lényegében alternatívája lett a kisebb külföldi kiruccanásoknak, és a legfontosabb dolog, hogy nagyon-nagyon sokat javult a szolgáltatások minősége. Tehát most őszintén megmondom, lehet siránkozni azon például, hogy úristen kevesebb a szabadstrand mondjuk a Balatonnál, de igenis a többség azt igényli, hogy kényelmesen, nagyon jó körülmények között úgy el legyen, hogy mellette mondjuk az egyiket imádott és szeretett lángos hotdog kombón vagy hack kombón kívül valami más szolgáltatást is kapjon. Ugyanez igaz a szállodákra is. Tehát elvárjuk azt, amit Nyugat-Európában is elvárunk, egy hasonló kategóriájú szállodától. De régen, Robi, volt egy, nem is olyan régen azért, hányszor felmerült az elmúlt években az én fejemben is az, hogyha elmész Magyarországon egy belföldi szállodába, mondjuk egy hosszú hétvégére, ugyanazért a pénzért ki tudsz menni mondjuk Rómába.
El tudsz menni egy tengerparti városba, és akkor az ember már azt mondja, hogy hát inkább megyek egy tengerparti városba. Na, ez fordult meg, tudod miért? Mert ha azt mondom, hogy hát igen, akkor el tudok menni például mondjuk egy osztrák szállodába, hogyha van egy kis wellnessezni kedvem, időm, pénzem, na igen, csak hogy a magyarországi szálloda sokkal jobb mondjuk Sárváron. Össze nem lehet hasonlítani az osztrák szállodával, mert több a medence, jobbak a szolgáltatások, finomabbak az ételek, és magyarul szólnak hozzám, ami egyébként annyira nem zavar, hogyha nem magyarul, de mégiscsak jobban érzem magam. Tehát ugyanazért a pénzért minőségem a jobb kajákat, több jobb szolgáltatást fogok kapni, jobbak a masszázs szolgáltatások, tényleg úgy kapom meg a hamamot, ahogy én szeretném. Tehát erről beszéltem, hogy igazából nem újabb háromcsillagos szállodákat kell még építeni, legyen belőle x darab, hanem tényleg a szolgáltatások színvonalát kell olyan szintre emelni, hogy versenyképes legyen az. És attól függetlenül igazából lehetnek még más kínálatok is, lehetnek kétcsillagos, háromcsillagos szállodák, kempingek, csak legyen meg ez a kínálat. De azért hadd kérdezzük azt is meg a Krisztával, hogy ebben, hogy már így dübörög a belföldi turizmus, ami tényleg egy abszolút nagyon jó dolog. Ebben benne van az, hogy, vagy az is benne van, hogy mondjuk jobb keresettel rendelkeznek az emberek, vagy mondjuk több lehetőségük van, mert nem feltétlenül forintban kell fizetniük, hanem van ez a szép. Van ez a szép kártya? Vagy Erzsébet utalvány. Igen, hát az már nincs, nem? Az bonyolultabb ennek, ebben most szerintem nem menjünk be, mert jó, ez hosszú menjünk. Lenne, jó. De lényeg az, hogy nagyon sokat dobott az is a belföldi turizmuson, és abszolút mértékig benne van az, hogyha többet tudsz költeni a belföldi nyaralásra vagy a pihenésre, akkor többet is költesz. És azért azt se felejtsük el, hogy kevesebb energia is mondjuk elmenni Debrecenbe, vagy Debrecenből feljönni Budapestre, és sokkal kisebb időt is igényel, mint hogyha el akarsz menni mondjuk repülővel, vagy akár hosszú utazással, autóval. Tehát ebből a szempontból is versenyképes alternatíva, és azért azt se felejtsük el, hogy amellett, hogy a szálláshelyek szolgáltatása egyre jobb, hogy egyre izgalmasabb szálláshelyek vannak, sokkal több és jobb programot szervezünk, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát ha csak Budapesten maradunk, akkor most itt kapásból fel tudnék 10 olyan jó programot sorolni, ami még neked is esetleg újdonság. Hogy nekem nem mond, hogy imádom ezt a várost, tehát ez egy fantasztikus világváros Budapest. És most ezzel dolgot nem csináltunk például a városnézőtúrákat. Utoljára a Cseppkőbarlangba megnéztétek-e, hogy néz ki, mikor voltatok utoljára mondjuk az András út valamelyik top éttermében fent, ahonnan belátni az egész várost. Én voltam tetejére. Én a Cseppkőbarlangba voltam, úgyhogy a kettőt kipipáltuk, de a Csepeli szabaduló szobától kezdve sorolhatnám tovább. Nagyon jó program. Viszont ha már nem csak itt, hanem ugyanúgy vidéken. Kambodzsába összefutottunk az egyik szigeten. Nem, összefutottunk két magyar srácot, piáltunk, beszélgettünk, és kiderült, hogy annak az Andrássy úti toppos, nem mondjuk ki a nevét annak a bárnak, ők a tulajdonosai. Akkor mondok, őrület. Hát ez abszolút, és hogyha az is őrület, hogy Kambodzsában például egy miniszterhelyettes és két államtitkár is kiválóan beszélt, talán még mindig beszél magyarul, mert még mindig a pozícióban vannak, ugyanis itt tanultak Magyarországon, úgyhogy volt úgy, hogy kormányzati megbeszéléseket magyarul folytattak. De jó. Tehát Kambodzsa ebből a szempontból is érdekes. Én engem is nagyon örülök, hogy dübörög a turizmus Magyarországon meg belföldön. Én meg tudod, minek örülök? Nem. Imádtam 2018 elején összeszámolni, hogy hány hosszú hétvége lesz az idén, és megvan már a jövő év is, 19-ben is, 7 hosszú hétvége igen, lesz. És nagyon jól fog jönni a hoteleknek. És ugye a jövő héten, amikor nagyon én a születésnapomat ünneplem például, ezt mondjuk el azért például még egy párszor. Például te is, meg én is, igen. Igen, hogy te is. Mondjuk, hogy a Somos András is tudjon elutazni azért, hogy gondoljon arra, hogy... Jaj, a Somos András kollega, aki most éppen nem utazik, köszönjük szépen neked mindazt, amit elmondtál. Ezt próbáltuk ilyen átkötésnek szállni. Igen, picit döcögösen, de lényeg az, hogy itt az Andris. Szia!